Magnum, jó baj. F1 fog következni, még pedig 2003-as szezon. Úgyhogy nem is húzzuk az időt, és bele fogunk vágni. Mégpedig nem mással, mint a Jaguarral. Az egyik az legjobban kinéző autó volt szerintem akkoriban. Pizzoni, azt hiszem, az ő autójába ülünk. Csapattársunk pedig már Weber lesz. Úgyhogy vágjunk is neki. New. Oké. 12%-os versenytárpal, és így. Just before the free practice session. Well, Ausztriában, Ausztráliában kezdjük meg tehát a menetelést. Azt hiszem erről az autóról esett le az egyik verseny, egyszerre csak úgy egy kerékanyag, az nagyon vicces volt. Az még lehet, hogy Delarózás volt, Delaróza, azt hiszem ment ebbe az autóba. Na nézzük, ezek amúgy elég szép. Szépen megcsinált modellek a játékhoz képest is. Pedig ez már ugye rendesen nincsen benne a játékban, 2002-ig van, 99-től. Most rajt, rögtön a 12. helyre. T-Max 23. egymást követő Dankeschön, nagyon szépen köszönöm, és Tier 2-es, jól megszokott Tier 2-es, köszönöm szépen. Látszott az alert, mert most újra telepítés után vagyok, hogy minden rendben volt, elfelől szeretnék érdeklődni. Hangja nem kellett, hogy legyen, csak látszott. A Jensen Button után még irtóztató fői tempóval valamivel a nyelvenem baffa, hogy mindezt ez így jó. Talán sikerült levenni, igen. Kérünk az ilyen köhögések, én is néha, meg Ág is bele fogunk ebbe menni, de ez sajnos egy ilyen dolog. Na, miért nem tudom utolérni? Button. Jó, meg Hanson-t. Fú, baszki, esni fog? Nagyon-nagyon... borul befele. Mocskos módon borul befele. Aha, hang nélkül kell legyen, azzal nincs is probléma, oké. Esik, elkezdett esni, hát ilyet. Na, várjál. Mert akkor ez azt jelenti... Még kis kellett itt leföl mozogni. Jézusom, ez a pauzol. Ezzel, igen. Aztán... Na, a winget állítsuk, bakker. Igen. Most lehet inter legyen. Hoppá. Így. Probléma a helypadbe ringött. Kérdés, hogy mekkora eső lesz, és menjek-e még egy kört?
Én nem megyek, én kockáztatok. Egy van automata pit, jó. Én kockáztatok, én leszek az első. Aki ezt bemeri vállalni. Nagyon csúsztam már abba a kanyarba, hogy őszinte legyek. Már az utolsó kanyarba nagyon csúsztam. A Jaguar van. Jaguar. Webber a csapattársa. Takarod, hogy elállt, bazd meg. Na most ugyanebben a hülyeségbe estem vele, mint a izé. Orosz nagydíjon. Ó, Istenem, csak fordítva. Öregem. Ezt kukázhatjuk is, ezt az első futamot nagyon-nagyon szépen. Egyébként az autó jól megy. Itt már nem tetszik neki. Hát ebbe szerintem ilyen co-op karrier mód nincsen. Hanem ebbe tudod csak ilyen, szerintem LAN versenyedgál, kisüt a nap. Lehetne. De még nem tudtam senkivel sem megpróbálni ugye összehozni. Szerintem maximum, nem tudom, lehet, hogy Championship is működne, fogalmam sincs. Látni kéne magáról a játékról a régi felvételeket, hogy hogy működött. Vagy megnézem majd a dobozának a hátulján, hogy ott mit ír. Vagy hát belemegyek, hülye vagyok, hát belemegyek itt majd a multiplayer menübe. És akkor megnézzük mit ír. Jó van, Baumgartner 35 másodperce van. Sok esélyünk nincsen. Tehát konkrétan kisütana. A verseny elején nem sütött így. Jos Verstappen. Frenzen. Na, Verstappen eltalált a Frenzent. Verstappen. Oké. Okay. Frenzen és Verstappen kerültek a célkeresztbe. Jos Verstappen. Tétek, nem leszünk. Heinz Harald Frenzen. Lesznek kiesünk. Új. Itt vannak szegények. Jó kiütötte Verstappen Frenzent a fenébe. Nem tudom mennyire lehet nyomni neki. Nincs előttem, akihez viszonyítani lehetne. Így folytatja Zsolti, ebből pont is lehet, hogyha így hullanak kifele előle. Szinten hullanak előle.
Kimi Räikkönen. Na, Räikkönen. Rubens Barrichello. Räikkönen, mert semmi Barrichello leggyorsabb kört produkál. Ugye aztán ebben a szezonban vette át a Jordant, Baumgartner, de majd csak a magyar nagydíjon. Amikor ugye a szezont konfigoltam be, akkor meg is kérdezte a program, hogy most akkor kivel kezdje, ugye Förmennel vagy Zsoltival, de én a Zsoltit választottam rögtön. Itt legyen elejétől kezdve, mert amúgy meg ugye menet közben nem raknál be. Szia Tomi! Schumacher! Hova? Schumacher meg is nyerte a futamot. És ott a további állás is. Hát nagyon csúnyan eltaktikáztuk magunkat, megijedtünk az esőtől. Marhára megijedtünk tőle és rohantunk a boxba mindenki előtt. De ahogy kijöttünk az intermediate-ből, amikor már abban a körben elállt az eső, úgyhogy jöttünk ki. De nyertünk két pozíciót azzal, hogy Frentzen és Verstappen kiütötték egymást. Természetesen Jos Verstappenről van szó. Köszönöm a hostot, Tomi. Justin Wilson végzett Baumgartner előtt, mi pedig befutunk a büszke utolsó helyen, az utolsó befutókén. As the teams get ready to leave, let's take a... With the results Ferrari. Oké, na várjál, visszalépek ti. Multiplayer nem mit ír? Game Spy. Júj. Add game. Enter IP address. Jézus. Hát most... Ezt ellenőrzi? Vajon, ha én most ide beírok? 192... Nem is tudok írni. Ja, mert numerikus. 100. Pont 2 mondjuk. Searching. Ja, hogy... Stop refresh. Add game create-elni tudok. Belemegyek. Nem tudunk championship-et, látod? Csak pályát lehet rögtön kiválasztani. Akkor ilyentől kezdeni nem jó. Halott ügy. Tehát szezon se tudunk együtt. Tudunk indítani egy futamot, aztán jó napot. Jön Malajzia. Hányan kapnak itt pontot ezekért, és itt már 8-an. Igen, az első 8, tehát a 8. hely a nagy cél. A pont szerzéshez. Az öreg Petronas fő támogatásával. Valaki ott lefagyott, ketten is lefagytak, lefulladtak. Hoppá! Mi történik itt? Alonso egy csúszka, negyedik helyre rajtoltam? Az ugye erős.
erősnek mondanám a rajtot. Ralf Schumacher vezeti a versenyt, és Fernando Alonso üldözi. Meg kéne őket kajálni. Az akadjatok össze! Jól navigálnak egyelőre. Valaki meg tudja nekem nézni, hogy 1080p-be megyünk-e? 1080p-be megy az adás. Köszönöm. Na, Alonso. Schumacher, Ralf. Schumacher, Ralf. Ezen a szakaszon az előző körben is gyenge voltam. Opa. Na, Webber és Frentzen ütköznek. Frentzen már a második futamán ütközik zsinórba. De erre még nem hallani, hogy kiálltak volna, jaj. Hú! Köszönöm szépen, Tomi! Örök hálám! Ezt az évet Michael Schumacher húzta be. De most egyelőre nem úgy áll, hogy ő itt a legjobb. Baumgartner 14. Zsolti. Baumgartner Zsolti nagyon nagyot megy. Lehet tippelni, hogy fog-e pontot szerezni a Zsolti. Hogy vélekedtek erről? Ebben a szezonban egyetlen árva pont össze fog-e jönni neki. Jaj, Istenem, mindig összezavarodok ezzel a pályával, mindegy. Egyelőre még nem büntetik ezeket a hibákat a többiek. Na, most ami Michael Schumacher a második, jó van. Kezd följönni. Schumacher.
than 3 seconds behind. Well done, you've just set the fastest lap of the race. Ott a leggyorsabb kör, milyen hülye hibákkal is. Úgy látszik, ezt a pályát annyira nem érzik most. Milyen? Ezen most esik le, hogy így vannak elhelyezve az orkukon a logók? Vagy itt az autó orrán, hogy ugye kamerából lehessen olvasni, ez olyan valóban így is volt, mert amúgy ez ugye szemből hülyén néz ki, hogyha ezt az autót úgy megnézed. Ha valakit érdekel, akkor keressen egy képet a 2003-as Jaguarról. Ez így most esik le, hogy ugye ki tudom olvasni ezeket a logókat, meg reklámfeliratokat, ezt a DuPontot, meg a HP Inventet. Hogy ugye ezt csak az nem élvezi, aki élőben látja az autót szemből, mondjuk. Akkor ez hatalmas trükk. Ebben a formában. Schumacher. Ötödik kör, már hát ez így nem lett egy nagyon izgalmas futam. De még várjuk ki, hogy technikai problémánk, vagy ilyesmi lesz-e. Mi első, mert lassan 5 másodperccel hagyjuk ott. Egy nagyobb hiba, és ő simán leelőz még. És én az utolsó kör. Schumacher. Jó. Ez így jó. Hát akkor ez lett belőle, ez majdnem 6,5 másodperc. És hát végül is a második futamon győzelem. Sajnos az a nullázás, nem tudom, hogy mennyibe fog kerülni, amit az ausztrál fiaskó eredményezett. You won, great try.
Schumacher pedig testvérével, a Schumacherrel futott be szorosan. Lássuk. Hát, igen, 18 pontja van Schumachernek. Két Schumacher vezeti a világbajnokságot, nice. És rögtön Brazília következik. A szezon elején volt, szia Bazsi, hello, hello. Ja, itt az információs dolgokat ki kéne irassam valahogy a notification. Igen, az hogy is működik? Ezt adjuk hozzá, ezt is hozzáadjuk, ezt is, így. Alul még nem voltak kiiratva, hogy most éppen hány FPS, meg hogy megy fölfel az adás. Kettőt átküldtél Zoli a Jaguarról. Ja, Istenem, hol van? Bénázok itt. Aha. Nem, fordítva van, de ez a 2003-as? DuPont, mert ezen nem az a feliraton, tehát itt a DuPontost kell keresni, várja, megnézem én is. Cristiano D'Amatta. Ott sem mindig egyforma. A 2003-as Jaguaron. És egyébként kifele néznek a feliratok. Nem is tudom, hogy ez mikor lehetett, amikor nem kifele néztek. Jacques Villeneuve. De szerintem ez így egy furaság. Érdekes. Olivier Pani. Igen, ez volt Pizzóniával, csak itt meg pont nincs olyan kép, ami onnan mutatná. Na mindegy. Mindegy, mindegy, de köszönöm a képeket. Érdekes, hogy ez mikor lehetett ez a megoldás. Na, itt is ilyen esőre áll az idő. Az nagyon kemény. Megint meg akar tréfálni minket az időjárás. Lefulladó. Ó, kultár fordult le. Vagy fulladt le. Dörög, hát persze, hogy dörög. Villeneuve-nek is annyi. Jó, érdekes lesz. Szegény ágca. Igen, de hál' Istennek jobban van, mert ez már is sokkal jobb állapot, ami mondjuk tegnap vagy tegnap előtt volt. Rendes gyógyszerek hatására. Képes javulni a dolog. Érdekes. Kint kell maradni, értem. Csapatfőnök utasítása. De itt már csapják a vizet az autók. Már esik. De egyelőre most még maradunk akkor. Is that Glock? Klasszikus brazil esős forgatókönyvek. Mi a... Oké. Okay. Ez kemény volt. David Coulthard ugye... Mindenből kiestek, azért vannak kint.
Ott már de kezdek nem látni, na. Jujjujj. Hoppá, kicsit megcsörgettük Ralphot. Érdekes, hogy Fisichella itt halad, Baumgartner meg ugyanaz az autóval nem tud előrébb jönni a 18. helynél most. Egyelőre még tudnak menni. Räikkönen és Frentzen. Most már a pontokat csípjük. Räikkönen. Räikkönen már csúszkál. Most már lehet, hogy kezd sok lenni, ugye annyival jobbak ezek a gumik. Most jövök rá, hogy ugye nem teljesen slickeken megyünk, hogy itt azért minimális vízköszörítása van ezeknek, nagyon minimális ezekkel a barázdákkal. Szerintem ezért tudunk menni. De lassan ennek is kevésnek kell lennie. Itt valami nagyon nem stimmel náluk, úgy látom. Igen, mennek a boxba, jönnek a boxba. Maradjunk kint. Maradjunk kint. Még egy kört maradok. Az biztos. Még marad előttem, úgy látom. Schumacher. A nagy esőmenő. Mikael. Már is másodikak vagyunk. Minden esetre bekészítjük. Montoya. Hopp, Montoyának annyi. Minden esetre bekészítjük szerintem a vetet. Kérünk egy pitet. Kimi Räikkönen. Valami baj van ott a boxon, mert retire-elnek. Szépen. Ujj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 
Még a box előtt meg tudjuk előzni? Az mekkora lenne úgy becsapódni a boxba. Schumacher kimegy-e vajon, az a kérdés. Nem megy ki, akkor megyünk vele. Szia Gabe. Ha nem jön ki, akkor mi se. Schumacher nem jön ki, akkor mi sem jövünk ki. Jézus! Hát micsoda taknyon autózást mutatunk be. Elképesztő. Nem látok semmit. Elképesztő takonymenet. Hihetetlen bátor Mihály Schumacherrel. Igen, Gabe, nagyon régóta tartó sorozata ez, amit már játszok. Ugye van egy ilyen baromi nagy patch a játékhoz, vagyis hát nem patch, hanem mod, közben megelőzzük Schumachert, amivel 1950-től egészen a mai napig benne van az összes szezon, és hát ezeket dolgozom fel, szerintem ez már körülbelül a... hát 20-20-nál többet megcsináltunk már, tehát van egy YouTube-on egy... a YouTube-on egy lejátszási lista, ahol megtalálod ezeket a rapid világbajnokságokat, tehát ugyan egybe lenyomott ilyen 12%-os versenytávos VB-k. És most nézem mindig, hogy ugye hol hagyok lyukakat, mert random ugrálok az évekbe. És most így 2003-ra esett a választás, hogy most ott megyünk. Ez már ugye nem a játék része, tehát már ez is a mod része nyilván, meg 99-02-ig van. De azért mondom, hogyha van kedved még ilyet nézni, akkor már rengeteg. Szerintem ilyen 20 szezon már biztos megcsináltuk, de hogy többet is. Csak van egy-két olyan szezon, ami két-három videó formájában van fenn, mert éppen megszakadt vagy valami. Verstappen mit csinálok? Mert megszakadt a live, vagy valami technikai gond történt, és ilyen darabokra van osztva, de ott van minden. De szerintem ilyen 25 szezont lehet, hogy megcsináltunk már, és azt hiszem az 56-os a legrégebbi, tehát van olyan régi is. Úgyhogy mindig így, amikor idő, meg kedv van, akkor mindig kiszúrok magamnak egy évet, és akkor hajrá. Azt így végig zúzzuk, és végül hát szerintem nem fogok kimenni a boxba. Alonso előtt is van elég előnyünk, hát Schumacher ugye belehajszolt minket ebbe, hogy maradjunk itt. De annyira nem lett vizes, hogy ne tudjunk menni. Hova jött? Baumgartner Zsolti ebbe a káoszba valóban fejlődött jönni, az érdekel engem. Frenzen Fisikerve, Button Webber. Damatta tizedik. Júj. Ki jön Cristiano Damatta után? Wilson, Panis, Baumgartner 13. Na, hajrá Zsolti. Jaj, itt most már nagyon csúszik. De hogy Verstappen hogy került oda föl? És már fogy az előnyő Alonsoval szemben, tehát ez volt az a pont. Pont az utolsó kör, amit így a száraz pályás gumikra lehetett úgymond bízni. Többiek elkalkulálták egy kicsit. De köszönjük Mihály Schumachernek, hogy kint tartott minket. Szóval köszönjük, hogy kint tartott minket. Zsolti volt az utolsó konkrétan, aki célba érkezett. Mondta, hogy a Raikkonen, Coulthard, Villeneuve, ugye az elején nem tudtál indulni, Ralf Schumacher.
Voltak itt nagy hullók, kihullók. A 4 pontra csökkent Schumacher előnye. Hát úgyhogy ilyenek. Schumacher! Hát... megvan az összes Codemasters játék is, de... Nem visz rá a léleket, szerintem az látom olyan. Ja, az nagyon epic ez a videó. Ez azt hiszem valami Raikkonen dobogó, nem? Raikkonenes ünneplés. Nem sikerült jól. Na, lássunk egy 2003-as Imolát. Ugye se időmérő semmit nem megyünk, mert így is ilyen 3-4 órára szokott húzódni egy ilyen videó. Majd minden futamot lenyomunk. Ez csak ilyen, tényleg ilyen eszencia, csak a verseny. Ó, Trulli! Járna Trulli! Helyt fel! Azt a mindenit, Verstappen! Mi van? Egy telefonált, ezt mondja. Hallottam. Vagy micsoda, hogy szóval Frencem. Jújj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 
Te miért itt kell telefonálni? Wilson? Hogy kerül ide Justin? Ja, hogy itt csak 15. vagyok. Azt hittem, hogy olyan jót rajtoltam meg én, hogy ott vagyok az elejébe, de tényleg se. Frenzen! Salt Baumgartner! Frenzen megint Baumgartner ütközött Frenzen! Salt Baumgartner! Na Zsoltinak első szám. Salt Baumgartner! Salt Baumgartner a Sektor 2-ba kivonult a versenyzésből. Ezek aztán vad előzések, itt van Webber. Megint Salt Baumgartner, akkor nem ezen a... nem ezen a versenyen fog pontot szerezni. Kicsit nehezebb falat. Bevon rá kell érezni a pályára. Hopp, ott van Zsolti. Özegény Zsolti. Nem viszik el az autóját. Damatta. Na, na, mi történt Webber Reál? Mi ez a belassulásnak? Engedj már el, Patel. Webber valamit már elrontott. És Cristiano Damatta. A Toyotával. Ezekkel a rendesen be lett ijesztve. Jó. Meredek előzés volt, de meg lett. Van, mindjárt áll-e? Igaz, tudom, hogy maga a mit a lejtő után van, ugye? Az akkor mindjárt áll-e. Ez ott mi? Hova? Ez
Na. Na már, tehát ő ment. Sínaizott, rendesen. Oké. Megvan az egy pont. Azért futamon azért szerencsénk volt, hogy többen kimentek a boxba. Azt mondja, hogy az utolsó körbe Schumacher már miért ment ki? Alonso! Cica van gazdád? Fernando Alonso. El kell kapnunk Fernando Alonso-t. Tudod, hogy Baumgartner Zsoltnak ott még nem csapódott neki senki. Mi folyik itt a sikámban? Ilyen kapaszkodással. Ne húzzál fel, Gél. De akkor mert te is pályázhatsz az örökségre ilyen egy század részben. Elosztják a rokonok közt az egy pontot. Új! Hát ez nem semmi. Akkor mondd meg te, hogy ebben a szezonban, amit most játszok, lesz-e pontja a Zsoltinak? Eddig nincs. Sikerül-e neki valahogy pontot szereznie? Itt látok mindenkit gyakorlatilag. Hát miért reális volt az egy pont is, amit még a Minardival tudott szerezni? Az sem volt túlságosan az. Jó, de akkor nem. A család részéről nem. Sikánálja, vagy lekanyarálja aljából nézi végig a futamot. Itt érem őket utol. Na, a negyedik hely megvan, és egy Coulthardot is lehet, hogy sikerül elkapni. Hú, de nagyon sikerült. Hoppá! Mégse sikerült, David Coulthard átvág mindenet. Hát ezt vizsgálni kell, ezt tudja vizsgálni kell.
Na. Csak azért is meg lesz ez a dobogó. Azt hittem az utolsó körben, hogy majdnem... ...nem engedtem mindent. El kell kapni, akkor Schumachert is belekerült is. Hát azt úgy szerezte, hogy mindenki kiesett, és ugye... Mindenki kiesett előre, és... ...ő nem esett ki. Volt az utolsó célba érkező azt. Így van. Egyik Indianapolis-i nagy díj volt, és sose tudom melyik, de nem az, amelyiken ugye a botrány volt, most szerintem nem is volt ott. Nagyon rossz a kigyorsítás, Barrichello harcos Schumacherrel. Nagyon jó. Azt a mindenit tudtam, hogy sok lesz. Barrichello, azt a mindenit neki. Szinte ugyanazok a dolgok játszódnak le, mint az előző körbe kultárban. Be kell férni. Michael Schumacher. Azt a mindenit. Michael Schumacher. Hát ez lehet, hogy a VB szempontjából még egy fontos csata lesz. Így van, akkor csak hatal rajtoltak el. De akkor ugye nem volt ott. Megint 8 pont lett így a különbség. Michael Schumacher. Ez a 8 pont, ez kísérteni fog, ez veszett el Ausztráliában a eltaktikázott esős versenyen. Sajnos ez oda lett. Reméljük, hogy valahol Schumacher is el fogja hagyni ezt a 8 pontot. Akár mondjuk egy Spanyolországban is megteheti. Barrichello, hova megy, te jó Isten? Csak kicsit távolabb maradtam tőle, mert keresztbe csúszik, én úgy neki megyek. Ne feledjük, hogy itt még nincsen sikán. Ilyen szuper lassítós rész a kör végén. Ettől még elbasztam a kigyorsítást, és Barrichello. Megpróbál visszajönni.
Őszinte legyek, lehet, hogy már több F1-es rájavarat elmondtam, én ezt a pályát soha nem kedveltem, nem tudtam normálisan rájárni soha a ritmusára. Monakónak a hangulata tetszik, nekem igen, de a pálya az ott is maga egy vezetési szempontból tényleg erővel. Maga az a környezet nagyon tetszik, meg szeretem nézni, hogy vonatkoznak az autók, de vezetni nem az a leányában dolgokban. Itt most beragadtunk. Azt kell mondjam, bekultárosodtunk ide a hetedik helyre. Mint a gumipók, azt csináljuk Tullival. Annyira bekultárdosodtok, hogy tényleg kultárban már lögöttünk. Szia Timi! Tökéletes, és mindjárt le fog fegyni a live. Legutóbb, amikor Timi a Gameboyról beszélt a live-ban, akkor lefagyott az egész gépem, azután volt egy újratelepítés, és talán rájöttem, hogy mi a gép hibája, vagy mi volt a hibája, amiatt fagyogatott. Ott túli, nem fogjátok elhinni, valószínűleg a Eurotrackhoz használt ugye váltó, a Almar SPR-es váltó, egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy azóta a fagyási probléma megszűnt, hogy azt kiiktattam a rendszerből, mert érdekes módon, amikor újra telepítettem a gépet, aztán szépen eljutottam odáig, hogy visszarakom egy Eurotrackot, American Trackot, hogy akkor kipróbálom, működnek-e a dolgok. Minden működött, csak a váltó nem akart váltani. Aztán nézem, ismeretlen eszközként van ugye felismerve, de most erről azt kell tudni, hogy ennek semmilyen driver nem kell. Csak USB gamepadként felismeri, és jó napot kívánok! Na most ismeretlen eszköz. Na, mondom, fasza. Semmelyik USB-be, se 3.0-ba, se 2.0-ba, semmelyikbe. Na most akkor jöjjön, próbáljam ki egy másik gépbe. Megpróbáltam belőle a laptopba, ott is ugyanez. Na, mondom, fasza, ez egyértelmű elkezd válni. És akkor ott jöttem rá, hogy fagyási problémákat okoz, hogy aztán elkezdtem előlapi USB-be és itt próbálkozni vele többször egymás után kibe-kibe, és egyszer csak fogta magát és kék halállal leállt az újonnan telepített rendszer is. Na, mondom, csodálatos. Úgyhogy megállapítottam, hogy ezt a... Ugye ezt a váltót ki kéne iktatni most így a rendszerből. Így most a normál Logitech-es 6 sebességes váltót használom. Azóta semmi probléma a géppel. Ez most sikerült megelőzni a Trullit. Hú, a Nürburgring is imola. Igen, Nürburgring nagyon jó minden szempontból egyébként. Jó a Nordschleife, mint hosszú útvonal, és
De nagyon jó a GP pálya is. És abból is jobban szeretem még azt a verziót, ami így a 90-es évek vége fele volt. Hogy sikánnal, egy jobbal sikánnal indul a pálya eleje, és aztán folytatódik, nem az a nagyon éles jobbos kanyar, aztán ilyen fél csiga vonal, ami most van. Jobban tetszett az a sikános. Rájkönnent egy kicsit kitaszajtottuk, de akkor már elmegyünk itt, hogyha lehetséges. Jó, negyedik hely. Lehet, hogy nem fog tetszeni a versenybíráknak, senkinek, de nem szólnak, nincsen penalti, nincs levágás, de ez nem is lehetett, csak egyszerűen az ütközés az ennek olyan volt, hogy nem biztos, hogy belefér. A hetedik kör, az utolsó kör. Schumacher, Ralf. Igen, az Assetto Corsa már az egyik olyan játék, amiben normálisan lézerszkennált verzióját használhatjuk a más verzióját, és hogy több nyomvonalát is. Legyen ez a turista útvonal, vagy a Endurance, vagy a 24 órás. Oha, ez mi volt? Raikkonen belém jött? Újj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 j
maradni. Kimi. Nem is számítottam, nem is néztem a tükröt. Jó, hogy meg tudtam tartani. Azt hittem meg is sérült az autó, mert utána úgy elkezdett szitálni. Hol van Kimi Räikkönen? Schumacher. Lehet, hogy most jön itt Monaco egyébként, ha már így beszéltünk róla. Jó, hát attól tart, hogy igen, Schumacher nyert, úgyhogy növelni fogja az előnyét. 44-33, ez már sajnos 11 pont. Nem, előbb még Ausztria jön, A1 ring, hoppá. Hozok is inni ennek örömére. Nézem, hogy ez mi a jó fenéért akad. Marha érdekes jelenség. Giancarlo Fisichella. Justin Wilson. He's going out. David Coulthard. Thank you.
Azt látom én itt, hogy nagyon ingadozik a feltöltési sebesség ennél a jelenetnél. De lehet, hogy ennek tudom az okát, viszont ezt nem most fogom megoldani, hanem majd ezután a stream után. Ugyanis rábíztam most itt bizonyos dolgokat az OBS-re, hogy magától oldjon meg a streameléssel kapcsolatban, és hát ez nem minden jelenetnél működik fixen. 186 kiadott frame-ünk volt. Így ezt a jelenetet tudja szépen annyi kilóbit per szekundon feltölteni, ahogy nekünk jó. De akkor ezt módosítani kell fix értékre. Ja, nagyon jók voltak ezek a BMW festések egyébként, amik ebben az időszakban voltak, 1-2-3 évig, az nagyon rendben volt. Júj, tényleg a Rozmár BMW. Tetszett amúgy nekem az attól függetlenül. Júj. Oho, valami történt ott? Hogy miattam sárgáztak. Kultam. A festés egyébként még a Rozmár BMW-nek is jó volt, de tényleg az alakja az nagyon érdekes volt. De nem ment rosszul. Ez a nyomvonal, és ez a pálya van felújítva.
Igen, a Covid szezon azért nagyon sokat mentett. Ilyen szempontból sok klasszikus pálya vissza tudott jönni, vagy debütálni tudok. Ennek köszönhetjük hajnatok, ugye, hogy most már megint van Imolány. A Mugello-i futam is nagy menő volt, Portimao is ugye egyébként belszem. Azt majdnem oda vágtam. Vége is lett volna. Jó lenne megelőzni Montoyát, és Schumachertől még több pontot tudjunk ellopni. Na. Juan Pablo most már csak annyi a dolgot, hogy Schumachert ne engedd el. Hello Mao. Sika. Az az igaz. Sikáló. Síkfutás. Tesztelés volt ebbe a körbe. Ki van róla töltve a lap. A papír. Egy fasz teszt lap. Szerepel rajta minden átmérő, hosszúság. Mire beszélek közben. Van még Montoya a második, ez jó. Pontosan erre van szükség. Hát nem ugyanaz, így van. Itt a jó kis erdei. Oké, helyem azt kérde, opá. Egy füstölős, azt én nagyon sajnáltam. Én is. Még milyen szájgúdások lehetnének ott. Egyszerű pálya volt autóbeállítás szempontjából, szerintem bonyolultabb, mint a mondai. Szerintem nagyon-nagyon sok gyors része volt, és aztán a végén az a teljes utolsó szektor egy ilyen lassú kanyargás. Valószínű azon az elven voltak, hogy inkább beáldozzák a két gyors szektorra a sebesség voltárán azt a kicsit. De hát akkor is olyan autót kellett ugye setupolni, hogy azért ott meg lehessen tartani abba a kis tempójuk kanyarokba. Közben úgy láttam, hogy pillanatra váltott ott Montoya Schumacher neve. Nem örülök neki. Magyarul nagy harcban vannak Schumacherrel. Jó lenne, ha megtartani. A Schumacher érzi, hogy jönni kell. Mert ezt, ha minden úgy akarja, akkor behúzom. És
már nagyon érzi. Biztos, hogy mi bementünk. Nézzük, mi lesz hátrébb. Montoya Schumacher. Hú, 3/10. Ausztrál, ezé lesz a jövőre? Hát nem tudom, hallod most, hogy megint ugye lefújták. Nem tudom tényleg. Jó lenne, mert ott is kíváncsi vagyok, hogy annak is módosítottak egy részén a pályának. Már idén be akarták mutatni, de nem sikerült. 7 pont, 1 pontot sikerült. Schumacher, vagy nem, bocsánat, 11 volt, szóval javítottunk rajta, 7 pontra csökkent. Román nagy díve, de Bukarest GP. Hogyne. Na itt van Monaco. Mindenki nagyon várta Monacót, tessék parancsolni. Júj! Volt egy kis kocs, Panissa. Szavasz, pénisz. Kellett előzni. Jó napot. Én jönnék előre, bocsánat, gyerekkel vagyok, elnézést. Valahol sárga zászló van. Kellett egy... Aztán satúzni. Fisicella. Jos Verstappen. Hopp, Verstappen egy első szárnyal szegényebb lett. Verstappen. És ki is áll, ez közben csak egy első szárny. Probléma. 1/9. Fisichella. Jó lenne. Tudnék lépni, pontot szerezni. De milyen furán szitált itt Fisichellát, itt nem mertem neki bal oldalra bemenni. Mihály Schumacher csak a negyedik. De jó lenne most egy kicsit mákosabbnak lenni. Fisichella nem akar minket se közelebb engedni, sem elengedni. Verseny után elbeszélgetünk Jordannel, Zsoltival is, hogy hát na, szóljon már ilyenek a Fisichellának, hogy csak egy magyar jön mögötte. Egyelőre 18. egyébként Baumgartner Zsolti, ha már róla beszéltünk.
Egyáltalán nem sikerül megelőzni. Ó, a fizikella mindenféle szögletes íveken megy. Csak hogy összezavarjon vele, ami sikerül is, mert nem merek közel menni annyira, hogy bevágódjak mellé. Ja, a zsák, szegény zsák. Montoya. Nem tudom, torza a leggyorsabb kört. Fisichella. Right corner. It's running 10. It's right behind you. Majdnem meg volt, hogy a gumi. Itt tudunk a legközelebb kerülni. Esni fog? Az még milyen jó lenne. Kicsit kezd beborulni. Na majd itt? Júj! Oh. Kicsit a felnét meg a gumi feliratot ledörzsöltünk. Nem, bazd meg! Ez nem esett jól. Talán nincs probléma, de lehet, hogy húzni fog az autó. Montoya. Montoya pedig rakja a leggyorsabb köröket. Még egy pontot, könyörgöm, egy pontot. Szeretnék szerezni. Ennek fizikára áll a bútyában ennek a dolognak. Giancarlo Fisichella. Mi? Hát én próbálom szabályosan bemenni Fisichella, meg átvágni. Na, nem hiszem el. Cseszed Giancarlo. Juan Pablo Montoya. Járműve. Gumi fronton, vagy most hogy van ez fizikellával? Itt ráesünk szokás szerint. Mondom. Lehet megelőzni Fisichellát. Fékezni sajnos. Beszarás, nagyon nagy csata a pontért. Raikkonen meg 1,2 másodpercre följött.
nem tudom mennyire volt, de ezt most nagyon kihasználja itt, mielőtt ez zajlik. Na. Giancarlo Fisichella. Kicsit jeleztem, hogy itt volnék. Fisichella már másodjára vágja rá a kicsetet sikán. Azt az olasz mindenit, komolyan mondom. Csak mondom, másodjára. Schumacher sem nagyon tud előrébb menni. Mindig negyedik, de hát teljesen mindegy, ha nem szerzek egy pontot sem. Már csak egy másodperc közben rájkenem. Majdnem falba végeztem. Ugyanaz zajlik le körről körre. Pablo Montoya. Montoya sorra rakja a leggyorsabb köröket. Hoppá! Kutya fáját neki. Hát ez váratlanul jött ez a lehetőség. Montoya megnyeri. Schumacher Ralf. Jó. Kulta. És akkor negyedik lett Mihály Schumacher, ahogy vártuk. Barrichello. Na. Hát egy irtózatosan kemény meccsel. Giancarlo Fisichellával. Juan Pablo Montoya. De meg lett az egy pont. Hát kemény volt. Tényleg kemény volt. Szegény Zsolti 18. Verstappen kiesett. Mindösszesen azt jelenti, hogy 11 pont van megint. Ugye, Ausztrália? Mindig Ausztrália kísért. Mindig Ausztrália kísért. Na, Kanada. Villeneuve. Eichfeld.
Button. Is unable to continue. He's retired in sector 3. Hoppá, keresztbe fordítottuk az egyik minárit, aztán majdnem damattát. De strafabírók ezek az autók. Még egy igazi baleset nem is történt igazából, amit láttunk volna. Történt, de nem láttuk, még nekünk sem nagyon tört le még semmink. Mert azt hát megtörténik abban a pillanatban leszek az elmondó autóról, ahogy ezt kimondom. Alonso miatt előzött? Hoppá, de aztán őt is megelőzzük. Aztán ebben az érában már nem nagyon volt az elfüstölés, ez, hogy ez a turbó korszakkal az erősen visszaesett turbó korszak eltűnésével. Mert ugye akkor hajtották szarra a motorokat. Jó, nyilván volt turbó nélkül is elfüstölés, de akkor a legtöbb elfüstölés egy 89-el bezárólag szétvágták a motort, egyszerűen agyon tekerték időmérőre. Akkori turbós autókat, és nem volt ugye ilyen limitálás. Ők felhúzták a motort, és gyakorlatilag kigyilkolták 2-3 kör alatt. Aztán a versenyre beraktak egy másikat, ugye nem járt érte büntetés. Ha volt motor, akkor mehettél. Itt a kettős előzés a hajtűben, ez a meta. És már úgy látom második helyen halad. A bajnokok falába csúsztunk. Mondta, hogy na, Schumacher Ralf. Ez mondta egy bocsánat. Schumacher Ralf mögötte van benne, amikor a BMW szendvicsbe kőkeményen. Montoya, bazd meg! Miért húzod be? Nézd meg, behúz! Tudja, hogy itt akarok előzni? Igen, ez elég 18 pluszos. Tudja, hogy ott akartam benyomni a... benyomni neki, ha már 18 pluszos. Most már itt aztán hiába húzigálod. És már első közben két McLaren előtt. Jó is lett volna a valóságban, én erős ez a jelvúvel. Szerintem egy Cosworth motorral mentek ők. Csak névileg volt jelvúvel, csak volt.
szórakoztatásos módon. Sumár kéne úgy mondjam, hogy ki is esse. Bele kéne taszajtani a kultárba. Beleszólni ebbe a világbajnoki küzdelembe. Villeneuve! És nem húz az autó, ez hihetetlen. Jacques Villeneuve! Már lehet, hogy már nincsen meg, de megvan a... szándéklap is. Ennél ugye különbözőek a szezonra való ilyen beállítások, az ilyen törés és egyebek. Erre a szezonra nagyon, nagyon erősre sikeredtek az autók beállításai. Azért másik szezonokban megfigyelhető, hogy sokkal jobban törnek. Schumacher! Hogy nem hiszek abban, hogy Kultárt fogja Schumachert meggyötörni a második helyért. Én nem hiszek ebben a dologban. Panis és Heidfeld találkoztak valahol. Justin Wilson. Has a problem with his suspension. Justin Wilson pedig felfüggesztett a problémájában. Vannak bajok. Schumacher. He's running second. Less than 3 seconds behind. Well done, you've just set the fastest lap of the race. Justin Wilson. Now his suspension has collapsed. Júj! Elég volna bemondani, hogy Mihály Schumacher valami problémája van. Csak be kell hozni. Schumacher! Kultárnak közelmény Schumacherhez. Nem odafigyeltem, és valami megkicsúsztam a falnak. Hol a Zsolt?
14. Nem tudom, megöltem valószínűleg több ugye kihullottam. Mögötte... Á, nem egy helyt feled és bejött. Akkor meg a Panisszal való ütközés miatt van annyira hátul. Van, hogy visszakeveredett a pályára, de utolsó helyre tudod csak visszajönni. És nem puszíjuk le a bajnokok falát. Még nyerjük a kanadai nagy díjat. De az a baj, hogy Schumacher is sokat hoz. Ja, finnek itt örülnek, ez valószínűleg Räikkönen. 54, akkor 9 pont, és 63 van Schumachernek. És itt van a jó kis Nürburgring Európa nagy díjként. De ez már a kacskaringós kezdetű pálya. Hoppá, Monsoon Raining, minden baj van. Monsoon gumit föl. Ez is jó. Esőben Nürburgring. Ujj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 
Giancarlo Fisichella. Édes jó Istenem. Nem jól indul, nem jól indul, ki kell jönni a boxba, nincs első szárnyunk. Fisichella bosszút állt Monacóért szerintem. Sokan szándékosságot sejtenek emögött a művelet miatt. Láttam-e? Hát még nem volt Szaúd-arábiai nagy díj, de azt hallottam, hogy le van aszfaltozva már a pálya. Haladnak. De van más hír? Én nekem az utolsó hír, amit két napja láttam, az ez. Esetleg törölték? Semmit, az autó húz, és nincsen szárnyunk semmit. És Baumgartner Zsoltival kell itt hatalmasakat küzdeni, ott a Zsolti. Ezt se gondoltuk volna, hogy ő vele fogunk itt küzdeni. Legyen vele Zsolti, tud minket tartani így, hogy szegény autónk problémákkal küzdködik. Lehet, hogy szárnyal jobban fog húzni. Visszateszik a szárnyat. Fisichella másfél perc hátrány, tehát ő még küzdködik? Vagy most én ezt nem értem. Nagyon húz az autó, nagyon húz. Ott van Fisichella a falba. Odáig elrepült. Nem is értem. Hogy odáig küzdködte el magát. Giancarlo Fisichella. Fisichellát végre kivették. Á, nem tudok menni ezzel az autóval, gyerekek.
ez a veszélye a hátulról rajtolásnak, hogy aki lefullad, ezt nem tud kikerülni, így elkapod. De itt a legnagyobb probléma inkább az volt, hogy láttam a vízfüggönytől. Amúgy eddig mindig ki tudtuk kerülni az ilyen problémát. Később is láttam, meg ott volt a fagy. Egyenesben így megy a fal felé az autó, úgyhogy folyamatosan korrigál. Folyamatos korrigálás mellett kell egyenesbe tartani. Úgy látom, Zsoltira közeledünk. Vajon őt el tudjuk-e kapni? Esélyünk van arra, hogy itt ezzel a futammal tényleg elment a VB. És már annyira maga biztosan megy, hogy... Nagyon. Állapotban lévő kocsival. Mennek a boxba, hello! Én nekem akkor az az egyetlen esélyem, hogy nem cserélem a morphing gumikat. Szerintem annyira már nem esik, hogy ezekre legyen szükség. Ezért inkább lecserélik. De akkor én nem fogom. Montoya! Itt mennek már Zsolték. Mick Heifel. Jó. Itt vannak egy csomóan bent.
tragikus hirtelenséggel visszatértünk a versenybe 13. helyen. Verstappent menni kéne vele, de nem tudunk. Az autó ez nagyon nem tesz jót felzárkózásunknak. Verstappen megvan, 12. hely. Jutunk már ki. Valóban most kezd túl használhatatlan lenni ez a monszun gumi. Hát ha kimegyek boxba, akkor még hátrébb leszek. Keresni kell a vizet. 11. hely, bocsánat. Júj! Mennek egy pár a boxba, úgy hallom. Júj, nagyon csúszik már így. Helyt mennyi francán vissza is előzött. Megint nincs első száj, nem hiszem el. Ezt nem hiszem el, így menni az utolsó körre. Juan Pablo Montoya. Muszáj így menni az utolsó körre, se a gumi nem jó. Az első száj is hiányzik. Villeneuve. A pont szerző helyen vagyunk. Itt van Barrichello. Kiütöttük az 50-es táblát. Jaj, nagyon itt van mögöttünk Button. Button. Ezt visszaszerezzük, nem hagyjuk. Nézd meg Button. Sokkal kevésbé húz az autó, hogy nincs első szárny egyébként. Csak kanyarodni mocskos szar vele. Visszakerültünk a 11. helyre, ahol a... ahol a... nem kiállás előtt voltunk. Már ne bukjunk többet, most már 4,5 másodperc körül. Egy fel, de ezt most már ki kéne bírni így. Schumacher!
Schumacher természetesen vezeti a versenyt. Schumacher! Ez is nyeri. Jaj! Montoya! Elfékeztem mindegy. Raikkonen! Hihetetlen, de középmezőnybe sikerült végezni ezen a futamon, ahol még a Raikkonennek kirongyoltam fizikálának. Bamiatt meg 14. helyet csípettel. Ú, de kemény volt. Azt mondja, elektronikai problémával vette ki fizikellát a versenyben, azért volt ott más is ripityára tört például. Jön a francia nagy díj. Na, ezt a pályát se szeretem. Manikul. Azon felül is már erre harcolok az élem. Na, Webber. Jaj! Nekem a célegyenes utáni résszel van bajom. Ez itt nekem, ezzel nincs bajom, mert lassú. Mi ez, kedves Webber? Ezeket az íveket itt az elején viszont nagyon nem érzem. Nem tudok rajta gyors lenni akárhogy is akarok. Innen már jó. Ralf Schumacher. Meredek volt egy kicsit, de megvan. Manikúr. Schumacher. Persze, hogy Michael Schumacher átveszi a vezetést. Nézd meg. Alonso.
ezzel az autóval viszonylag egész jól megyünk ezen a pályán most. De a legtöbb szezonban ott ragadok általában a rajt után kikötő. Az első pár kanyar után egyszerűen beállok. Dekult erdosodok. Képes vagyok, ez egyszerűen nem én vagyok tényleg. Well done, you pass. David Coulthard. Ki kellett tennem balra, mert ne kellettem volna a barikádon. Jaj, a két Schumachert miért néztem el oldalra? Borzasztó hiba volt, de nem veszítettünk helyet. Még. Kb. Történelmi lesz, ha egy első helyért tudok harcolni. Schumacher Ralf. Én nem kilöknék egymást. Most kellene igazán. Vigyáznak egymásra, ugye a testvérek. A muszáj, ott megy a... Vagy hát ez is jó, ha így van, hogy rátszom, mert van előrébb, nekem ez is jobb, ugye? Csak engedjenek előre. Nem rally autó, szóljanak már neki. Már így ugrat át ott az ezeken kerékvetőkön. Nézd meg. Mind a két Schumacher ezt csinálja. Elképesztő. Ez az, amit elbalfasztottam most. Jó.
lesz egy körünk erre, ezen kívül. Aj, de megnézni, hogy kipofozza. Nézd meg. Hát enged, nézd meg, elengedi. Hát persze, hogy elengedi. Miért ne engedni el? Most szólt rá, hogy tesó, tudod, hogy mi lesz ebből a családi vacsoránál, hogyha ezt most nem teszed meg. Még elárulja neki, hogy 2021-ben egy magyar sajt fog hajtani a fiad. Kedves rád. Testvére. Ez az igazi bunda. Itt volt látható. Igen, köszönöm. Szélesre vettük. Tóthon már kezdik érezni a beszédet. Jó hosszú fajta streamet választottam így. Próbálna. Na. Michael Schumacher. Az a baj, hogy with the results confirmed, ez a baj. It's high time we updated the driver's ez a nagyon sok pont. Már nagyon sok. Ferrari. És ilyen well, Silverstone. Legalább egyet nullázniak kéne, kettőt Schuminak is. Jó, azt hittem, hogy esős időjárás lesz itt Angliában, de nem. Verstappen. Baumgartnerrel. Verstappen. Giancarlo Fisichella. Itt az itt az elején. Shooter, szia! Is running 7, is right in front of you. You're running 8. Ezek kúter.
Ani. It's running tight. Less than 3 seconds behind. Sorol valahogy megyünk. Schumacher Ralf. Has taken the lead. Schumacher vezet. Na. Biztos, hogy fog. Állítása szerint fog. Hamarabb is. Fernando Alonso. Jó széles ez a pálya egyébként. Az jó lesz, hogy shooter, szerintem az ilyesfajta megkereséssel azért lehet kezdeni valamit, tehát mégsem egy olyan dolog, ami mondjuk könnyen kiguglizható, mert igazából az ő véleménye érdekel téged a bizonyos funkciókról, tehát az erősségekről, hogy szerinted mi az, ami jobb. Mert ez ugye ilyen relatív információ, hogy kinek mi a jó, meg... ki mit szeret, és ez... szerintem az ő véleményére lehet adni. Alonso! Már egy jó sok körre, jó, akkor én, de még sem tudunk annyira... jó ütembe közel kerülni, amire nekem tetszene ez. Jaj. Ja, aha. Igen, hát... sok tapasztalatom, ugye nekem sincs ebben. Alonso. Nem, igen, volt rá szükségem.
kigyorsítás jó lehet. Montoya. Azt a mindenit, de jó, hogy beton volt itt a bukótér. Szándasz gyakorlatilag készséggel visszaadta a pozíciót a francba. Mondom én, aztán itt meg megpróbál megint elhúzni. Itt ez a távolság nagyon sok egy körbe szerintem. Szóval ott volt a guminyomom, rámentem nagyon a rázók, azonnal kicsapott balra. Akartam. Ennyi volt. Ebben sajnos ennyi volt. Ott az aszfalton tudott maradni, akkor az a kanyarban be tudtam volna várni Barrichello-nak, de így nem. Michael Schumacher. Hoppá, viszont Mihály Schumacher visszaadta Ralf Schumachernek Manicourt. With the results confirmed, it's high time we updated the Drivers' Championship. Montoyával kell lassan vigyázni, mert jön fölfele. És itt van az emlegetett Hockenheim. Ami már abban a csonkított formájában van jelen 2003-ban. Ez volt az első éve ennek a pályának így ebbe a formájába. 2002-ben még nem ilyen volt, igaz? Villeneuve maradt le. Villeneuve! Egész versenyről. Schumacher a hatodik helyen. Hoho. Hazai pályán. Ezt meg kell ám ragadni. Már is fejjel hátrébb van nálunk.
mennyire szűk ez a pályaszélességhez képest. Figyelek, mert ez nagyon fontos most. Olyan szempontból, hogy Montoyát is pár helyen magam mögé rakhatom. Schumacher nagyon hátul van valaminek köszönhetően. Előre kell menni. Mocskos módon. Milyen Schumacher csak a hetedik. Csak a hetedik. Van Pablo Montoya. Ralf Schumacher. Mindkét riválisom magam mögött jelenleg. Barrichello! Miért szitál? Nézzük, Ralf tesz-e valamit a testvéreért, úgyhogy az nincs most a közelben. Állj félre, fiú, az előző futamot nyerted. Megvan. Most már csak be kell hozni, és Schumachernek nem szabad előrébb jönnie. Ennyi a feladat. Mi a Schumacher ott jött? Nem tudom, melyik hely volt. Itt volt egy nagyon érdekes, rövidebb útvonala, de tudom, meg is van ennek a tokeny pályának, azt volt, hogy a DTMS-ek használták még a 90-es években. 90-es évek elején, 80-as évek végén. De az azért nem volt ilyen módon ugye kiépítve. De létezett már egy rövidebb útvonala. Aztán lehetséges, hogy annak mintájára, hogy itt is ez a aszfaltozott rész az abból van, nem tudom. Úgy megint elrontottam, elfékeztem, de most legalább nem kellett elkerülni senkit.
A Coulthard után jön még néhány Schumacher, az mondjuk jó nekünk. A francia csúszok ki ennyire. Csak nem is sem oda. Motorsport szobával a Discordomon raktam tegnap éjszaka ilyen nagy rajt utáni vagy első körös balesetekről több videót is. Abban van, hogy itt a hosszú nyújtott ív megkezdésénél egy nagy DTM baleset, ami nagyra sikeredett. Fog a keresztbe pörgő autót, a többiek telibe rongyolják. Na megint rápsul már a második. Schumacher, Ralf. Hagytam őket. Itt pördül meg az egyik autó, itt keresztbe fordok el, de most meg így belerongyom ezt a kigyorsításon. Második ott még van csata. Reméljük hátrébb nincs. Hát mi aztán nagyon csúnyán behúzzuk Schumacher előtt a hazai nagy díját. De várjuk ki, hogy elég lesz. Barrichello. Nem volt annyi idő, hogy megmutassák, úgyhogy megnézzük itt. Ötödik helyre följött picsával David Coulthard, mit vártam, hogy majd megtartja Mihály Schumacher. 57. Hát... igen. Schumacher. 16 pont. Nagyon sok kell, még pár ilyen futam. A Hungaroring következik. De még a nullázás megint nagyon hiányzik Schumachertől. Kettő is. Hungaroring. Lássuk. Nem igazán volt lefulladó autó. Rubens Barrichello. Has been hit by Jarno Trulli.
Barrichello összeütközött Trullival. Nagyon jó rajta a hatodik helyre. Milyen Schumacher? Csak a harmadik jelenleg. Új! Megint olvasok, megint hülye vagyok. Bezony, magyar úron. Mindennyien az én magyar úron járunk. Azt a mindenit! Ne, hogy keresztbe... De keresztbe vernek. Meg kell nézni, hogy mi a baj. Tudunk-e még ezzel az autóval valamit csinálni? Volt egy kis perezes jellegű baleset. Nem tudom, hiányzik-e valami az autóról. Hiányzik? Hiányzik. Ez nagyon érdekes, mert akkor nem megyünk ki. Á, nem restartolok, nem emiatt történt a baleset. A kicsúszás még tudtam volna korrigálni, aztán a következő kanyar. A következő kanyarban elcsesztem, igen, magamtól. De hát azért van a chat, hogy olvassam, én vagyok a hülye, hogy rosszkor olvasom. De nem ez okozta a problémát, a karambolt. Nagyon érdekes, hogy nem tört semmi. Na de legalább... Látjuk a Zsoltit, ugye? Elvileg neki itt kellett volna becsatlakozni a dologba. Zsolti, mit művel? Milyen vadbehúzásokat csinál? Nézd meg! Zsolti! Le akar terelni. Még neki akar vezetni a box utca falnak. A másik jó madár Fizikella, akivel már volt összetűzésem, ugye? Meg csatám. Sikánál nekem jött Fizikella. Még a rádión is konstatálták. Na. Innentől megjelent a hosszú felzárkózás. Frencen majdnem 9 másodperc van.
Júj! Szia, Ekcsa! A mai live háttér köhögéseit Orágica biztosította. Ezeket sponsoroknak hívjuk. David Kurta. Na már megint nem sokat haladtam előre. Hát igen, sokra nem megyünk most a leggyorsabb körre. Mert a Raikkonen találta el minket, ugye nem tudom, hogy kiesett végül. Azon gondolkodtam. István, nagyon szépen köszönöm a felszubolást. Ja, Isten. A harmadik hónapot. Nagyon szépen köszönöm. Üdvözle Hellet. Egyre közelebb kerülünk. Igen, kuc-kuc az most van. Sajnos. Jaj, nyugodtan rákérdezhettek. Engem is ugyanúgy érintett ez, meg érint még ez a hülyeség egy kicsit, de sajnos Ágit jobban elkapta. De meg kell nyugodni, nem Covid, le van tesztelve. Ez Hungaroring. Kérem, halássan, csak az elején volt egy megpördülés. És sajnos. Ezért kell fölzárkózást nézünk most, nem pedig az elején való harcolás. De sajnos pontszerzés ebből nem valószínű, hogy lesz így egy és egy harmad kör alatt. Az első 8-ban nem fogunk beférni.
Frenzen. Frenzen az megvan minden esetre. Tudom. Tudom, nem is tudom miért válaszoltam. Hoppá, még ki tudja mi lesz ebből, gyerekek, ott van Alonso, ott a pontocskánk. Justin Wilson. Jos Verstappen. Justin Wilson eltelt a Verstappent. Justin Wilson. Túlságosan akartam. Sajnos ez így nem... Ez így nem lesz meg. Apja. Kultar. Apja. Ez nem csak egy női homlokszerű dolog volt, hanem valóban egy női homlok volt. 99-77. Hát, 22. Jön Monza. Zsalonzó. Zsalonzó. Na. Zsá. Janis Zsejtfel, Zsilzon. Lefulladzon. Oké, de valami oszlopunkban volt. Frenzen. Frenzen volt az. Oké, nagyon jó, tizedik. Munkában gyorsak leszünk. Nem úgy, mint szegény Coulter meg Räikkönen. Rá suha méri. BMW-t maga méri. Suha méri, de ez suhan. Suhan méri. Itt még nincs beton a parabolikában, úgyhogy nem szabad nagyon szélesre menni. De ahogy itt a tanult kolléga mondja, Schumacher Ralf. Räikkönen. A kedves Schumacherrel, hagytam egy kis helyet, nehogy nyakamba kössünk ki, mint Verstappen. Pont ugyanott voltunk, ahol az történt. Na, David. Kitereljek egy kicsit. Kapott egy kis kavicsot David Coulthard.
lehet vinni haza betonkeverőbe sódert. Baricello és Falonzo mennek ott. Mihály Schumacher természetesen vezet. Sajnos ez az érzésem, hogy el fogja vinni ezt a világbajnokságot egyébként. De hát nem kell valamit hibázni. Oda néz. Mennek ezek tökön passzoljon, leszarják. Alonso nem adja könnyen. Szélárnyék után viszont nem tud mit tenni. Meg Barrichello sem. És mondta, hogy a gyűri Mihály Schumachert. Nyuszi, csak cicának hívja. Nyuca. Jó. Jó van. Bőven van időnk erre a két jó madárra most. Jaj! Montoya próbálja lefogni a szögeket. Montoya! Majdnem kioffoltuk magunkat. Ötödik kör. Ennyi, nem lehet hibázni, miután megelőzzük Schumachert. Azonnal visszaveszi. Ilyen szitálás utoljára a Negro folyó partján volt, mint itt látható szitálás.
volt most, nem tudom, hogy mondják ezt, szóval ilyen szitálás utoljára ott volt. Mint ez. Na. Utolsó kör. Az a baj, ilyen rengetegszer volt, hogy... Ott vagyunk első helyen, de Schumacher mindig ott van mögöttünk. Hockeynbe sikerült őt valamilyen úton, módon úgy megvernünk, hogy nem tudott előrébb jönni. Sokáig hetedik volt, mégis ötödik helyen zárta a Hockeyn futamot, de az egy viszonylag nagyobb pont nyeremény volt az ő számlájáról. Na. A Lesmo, kettes Lesmo megtréfált. Nagyon jönne. Csak parabolikát nem rontjuk el, akkor ez is meg lesz. Megvan. Hát ugye általában az én nem macskánk van, nagyon kiszámíthatatlan a természete, és ahogy olyat fogtunk volna ki, amelyik tényleg őrült, akkor azt itthon se lehetett volna hagyni. 187. Annyira sem ugye, hogy elmegyünk dolgozni, és főleg amikor még kicsi a beszokatás időszakában, hát pár dolgot addig simán tönkre tesz. Indianapolis, na itt bízunk Zsoltiban. Az lehet, nincs is bajom, hogy imádom a cicákat, csak az, hogy mi milyen dolgokat szoktunk néhány esetben kifogni, tuti, hogy kifogtuk volna a világ legidiótább macskáját. Ugyanez van kiskutyával is, tehát azért jó ilyen szempontban nyuszi, hogy ugye neki van egy ketrece, oda be van zárva, és ugye mi szokatjuk a kintléthez, amikor itthon vagyunk. De egy cicát, meg egy kutyát nem zárhatsz be. Meg nem is igazán panelba való állat szerintem a kutya meg a cica. De leginkább a kutya. Cica az oké, az el van. De egy kutyát nem tettünk volna ki ennek. Krisztiánéknál egyébként, Krisztiánéknál most van kis kutya. A Suki, hát bűnrossz egy teremtés, tényleg olyan uncút, nagyon uncút. Tacsi, igen, kis tacsi. És hát ugye Krisztián otthon tud vele lenni legtöbb esetben, ezért így ez jobb helyzet. Ja, ójújúj, Barrichello, elnézést kérünk. Gyök kettővel
annyira befékezett, hogy egyszerűen kitoltuk. Webber meg eltalálta, ahogy hallom. Jó van. És nagyon éles kis foga van még ilyenkor, ezt már én is tapasztaltam. Meg hát viszi cipőt, papucsot, mindent tudod. Nagyobb a papis, mint ő, de viszi. Meg halálba idegesíti ugye a Cassie-tő, a nagyobbik tacskó. Ő már azért elszokott ettől. Krisztián szavaival élve ilyen háború és béke zajlik ott, mert majd van, hogy ugye szépen egymás mellett pihenve lehet őket megtalálni, de egyébként meg küzdelem van. Ez zajlik ott most U24-be. Itt viszont most jön a háború rész, hiszen Mihály Schumacher a negyedik helyen. Ami azt jelenti, hogyha megelőzzük, akkor ő lesz az ötödik. És remélhetőleg Ralf Schumacher most nem fogja elengedni majd. Schumacher. Egyébként, hogy mindentől függetlenül... Ó, Schumacher! Ezt a pályát nem szerettem nézni ezen a versenyeket. Vezetni jó rajta, de maguk a versenyeket nem voltak olyan jó. Gyakorlatilag nem sok lehetőség van nyomvonalat létrehozni egy ovál pálya közepén. Félig adottak a körülmények. Na, ezt a kombinációt azt hiszem később átalakították, nem volt meg mind a kettő ebből a lassú kanyarból. Ralf Schumachernek beleegyeztünk. Na és akkor most figyelni kell, hogy ne Mihály legyen mögöttünk. Még itt lenyomunk szélárnyékból. Most már az a baj, nem tudjuk nézni a Schumacherek helyzetét, mert Alonso van mögöttünk. Hopp. Nice move, hogy neki tereltem a falnak szegény Juan Pablo-t. Jó. Hagytam helyet, de nem kellett neki, nem érdekelte már. Úgy gondolt, hogy ez a faszkalap, amit én ilyeneket megcsinálok, inkább nem megyek mellé. Milyen jól gondolja. Yeah.
jó, most így utólag módosítva, amit mondtam, jó lenne azért ez a pálya visszajönne. Most itt DRS-re milyeneket lehetne már előzni. Pirelli lenne azt hiszem óriási bajban, hogy... Hát mondjuk nem biztos, mert Zandvoortban azért viszonylag kaptak oldalt ilyen dőlési terhelést is ezek a gumik. Hát azért sok kanyarban van dőlés, lehet, hogy még normális gumit is tudnának rá gyártani. Ugye hát ami miatt a gumibotrány volt annó, az a Michelin miatt volt, nekik nem sikerült. A Bridgestone megugrotta már akkor is az akadályt. Ja nem, és a DRS-t ott nem szabadna nyitni. Mondta olyan. Nyilván amiután kiegyenesedik, utána lenne kijelölve egy DRS zóna. Jaj! Zandvoortban sem engedték meg. Ott is volt róla szó, hogy az utolsó kiegyenesre elfordító döntött kanyarra, vagy kanyarba lenne DRS zóna, de határozottan ellenezték. Nem, a kanyar után lenne. Ja, az nem amiatt volt. Szegény Barrichello a 19. helyen. Az az én hibám volt, ez a Barrichello-s eset abszolút. Mit tudom én, innen, a lámpa alól mondjuk innen lenne a DRS, azért jót lehetne tolni. Montoya. Meg ugye a másik egyenesbe, a első kanyargós rész után kettő DRS zónát simán ki lehet rajta jelölni. Na 97, 111, na még ki tudja mi lesz ebből. Már nem sok minden, azt hiszem ez az utolsó futam Suzuka. Mert akkor ez egy el is dőlt. Nézzem már meg. Azt mondja, hogy tűnjenek már az értesítések. F1, 2, 3. Kalendárió. Futamok. Ja, bassza meg. Japán. Kérlek szépen. Jaj, nem ezt akartam. Verstappennek ez visszatérő éve volt egyébként. Irvine visszavonult egyébként 2003-ban. Itt azt írja, ő már visszavonult. De amúgy jogos a kérdés, hova tűnt Eddie Irvine, ugye? Na nézzünk! Egy zsöpen nagy díjat, hát Montoya még pont, hogy veszélyes lehet ránk, ha nyer. Montoyát magunk mögött kell tartani, ez a cél. Tehát van mégiscsak célja, megtartsuk a második helyet.
projected conditions raining. Na hát akkor lehet, hogy lesz egy kis eső izgalom. Dobá. Kicsit lendületbe rajtoltam, se baj. Visszanyomna egyébként Topengóra. Csak most rögtön megállt. Megállt, ami nem, azt a mindenit. Mik történnek itt? Úgy láttam túlélte Villeneuve, mert itt jön mögöttem, tehát helyet, pozíciót se veszített. Én már sötétül az ég, jó van. Buttont majdnem kiraktuk. Majdnem mondtam, hogy száradni, de hát még nem esett. Olyan gyorsan kell menni, hogy az esőt leelőzzük. Jézus, jó, ez nem padlógázas, erre rá kellett jönni, azt a... Kipusoltam a Buttont. 130R, nem padlógázas 2003-ban. Szerintem most az jön, ami minden ilyen live-ban eddig elhangzott. Mi az összefüggés Suzuka és Hockenheim között? Jó, várjál már. Szervusz Zoli, köszönöm szépen! Azt a mindenit közben én pukkannak. Egyenesbe próbálom leállítani, egy kicsit hosszú üzenetet írtál hozzá. Igen, tehát... Jaj, nem is hülye vagyok. Jézusom, de ritkán kell szégyelni, és mert Zoli, ne szégyeld magad. Én nem is lennék büszke rá, hogy ide járok. Ez meg a másik, úgyhogy köszönöm szépen, 11 hónap, Jézusom. Majdnem egy év. Az már majdnem egy év. Hát köszönöm szépen, Zoli. Dankeschön még egyszer. Mi történt itt? Jézusom! Kik azok ott? Tehát, atyám! Teljesen megzavart ott két autó kint. Mi a... Hát de nem mond semmit ez az izé bemondó ember, vagy mi ez? Hát mi volt ott? És miért nem Schumacher volt az egyik? Vagy miért nem Montoya? Hogy ő lehetett? Mert akkor a Montoya probléma megoldódott. Az egyik egy Renault volt, az biztos. Alonso. Be kell mutatni a Kobayashi féle bevetődést itt Trulli ellen. Így.
Szóval ketten hirtelen kiülöttek, és ez annyira meglepődtem, hogy kicsúsztam. Barikelbeskultát, és már hordják a vizet az autók szépen. Nagyon ügyesen. Ami azt jelenti, hogy mi kockáztatni fogunk. Vagy nem? Nem. Már nem úgy gyorsulunk, ahogy kellene. Esik. Esik Japánban az eső. A monszun vagy tájfun vagy milyen fene ide talál. Valamiért nem beszél a rádió, hibás a Jaguarnak a rádiója. Semmi infót nem tudok, hogy ki fog kimenni. Ki akar bármi más csinálni. Hopp. Megint kitolom Barrichellót, nem hiszem el. Ó, Isten, szegény Rubens. Ugyanúgy, mint Indianapolisban. Lucsog eléggé. De még megy az autó, és valószínű, hogy ez már így fog menni, én nem megyek ki. Negyedik kör, ötödik fog következni. És még közeledek rájuk. Hoppá, a Räikkönen. Senki nem megy még ki, úgy látom. Nem ítélik meg ezt olyan esőnek, ami miatt bárki is gumit akarna cserélni. Húj! Ezt nem hiszem el. Ekkora esélyt így elcseszni. Remélem van hátsó szár, nem, meg kiderül a gyorsításnak. Van, és nem is értem, hogy van még. Pontot kell, egy pontot szerezni kell, hogy mondta, hogy semmiképpen se tudjon minket megelőzni. Ha csak nem esett ki, hát nem tudom, hogy ki esette, mert nem beszélnek. Nem beszélnek a fülemre. Igazából a cél az így is meg lesz, hogy a megelőzzük Paniszt. Barrichello meg nem tudott tovább menni, szegény ott volt kipörögve. Ebből visszaadta a karma azt nekünk, amit Barrichellóval műveltünk. De Montoya van, jó van, akkor nem tudom, hova sietünk. Montoya van, ott Alonsoval nagyon csúnyán összemehettek. Pár körre ezelőtt, ott van, Montoya van kint a pálya szélén. Hát akkor gyakorlatilag ő elintézte magát ezzel.
ez még ezeknek a gumiknek easy, ez az eső. Na itt már kezd egy kicsit mogorvábbá válni. Most már nincsen száraz ív. Itt még nyomni kell. Itt megvan az ötödik helye. Ralf Schumacher nyer, Mihály Schumacher előtt az utolsó futamon. Raikkonen a negyedik. És mi jövünk be ötödiknek. Hát ki tudja, mi lehetett volna még ebből egyébként. De Montoya meg Alonso nagyon csúnyán intézték egymást. Így az egyetlen nyitott kérdés az, hogy ki lesz a harmadik, az rögtön a verseny elején így el is dőlt. Maradt Montoya. Csak 18 ponttal nyert Schumacher. Maga biztosan, torony magasan. Hát Zsolti nem szerzett pontot, a Jordan ugyan szerzett négyet, de tudjuk, hogy nem. Nem ő szerezte, úgyhogy igazából hát ez lett volna ez a 2003-as Formula 1-es szezon, ez a jelenet pedig úgy lett, ami jól tűri a váltást, itt nincsen szaggatás, és akkor berédenünk gyorsan valakit, hát ha találunk, az ennyi emberrel már csak megtesszük. És mindjárt megvérjük, hogy ki lesz az. Nem a megadás. Nem az. Jaj. Oké. Semmi probléma, Zoli. Hát majd legközelebb per raid. Grezékhez megyünk, jó? Őnálat meg kell boostolni kicsit. Rainbow Six, Szivárvány 6. Úgyhogy mindenkinek jó szórakozás ezzel, és köszönöm, hogy néztetek. És majd folytatjuk a szezonokat. Cső.